Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket a mai megemlékezésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Tarján István polgármester urat és a képviselőtestület megjelent tagjait, köztük Ránási Kézdi Tamás képviselő urat, a mai szónokunkat. Köszöntöm a környékbeli településekről érkező polgármester és képviselő urakat, vendégeinket, a biatorbágyi és egyeki német nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, valamint a Turvárerstámtis Egyesület minden tagját. Köszöntöm a programban szereplő kulturális csoportokat, a Richmond Pál német nemzetiségi általános iskola tanulóit és felkészítő tanáraikat, az egyeki Rozmarin és a biatorbágyi Glockenklang német nemzetiségi kórusok tagjait. A kórust vezényli Kondó Naoko, Roth Antalt és Kishegyi Simont, akik harmonikán kísérik az egyesített kórust. Köszöntöm az ifjúsági fúvózenekar tagjait is. Ma azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk a magyarországi németek, és benne a Buda környéki, biai, torbágyi és egyeki svábok 77 évvel ezelőtti embertelen, igazságtalan és méltatlan elűzéséről. Mai megemlékezésünk nyitányaként közösen fogjuk elénekelni a magyar himnuszt és a magyarországi németek himnuszát. A himnuszok elhangzását követően a Richmond Pál német nemzetiségi általános iskola tanulói Mit einem Bündel, egy batyúval című előadásukkal idézik fel az előzetés időszakát. A tanulókat felkészítették a Richmond iskola tanárai, Fischer Rita, valamint Kokas Nóra, a táncot betanította Orosz Ágnes. Emlékműsorunkban közreműködik még az egyeki és biatorbágyi német nemzetiségi kórus, akik hazaszeretetről szóló Heimatdalaikkal idézik e korszak megrendítő, szomorú, lelkegyötrő hangulatát. Megemlékezésünk nyitányaként énekeljük el közösen a magyar himnuszt és a magyarországi németek himnuszát. Thank you.
végre megérkeztél. Már vártunk. Szervusz, Nagyi. Szervusz, nagypapa. Ekkora hátizsákkal érkeztél egy hétvégére? Igen, hoztam mindent, ami fontos nekem. Labda, játékok, ruhák és persze a telefonom is. Tényleg nehéz. Az ekkora zsákokról mindig az jut eszembe, hogyan pakolhattak a nagyszüleim 1946-ban a kitelepítés előtt. A nagymamánk később igen sokat mesélt róla. Egyszer azt mondtad, olyankor nem is volt mibe pakolniuk. Nem volt bőrön, sportáska, ilyesmik. Hát nem. Nem volt még jó formán láda sem. A régi emberek nem utaztak. Szinte az egész évet otthon töltötték, a faluban. Nem is tudtak volna utazni. Hiszen minden háznál állatokat tartottak, őket minden nap, reggel, este el kellett látni. Kirepízták volna a lovakat, teheneket, apró jószágot. Akkor hogyan készültök fel a nagy útra? Németország nagyon messze van. A legegyszerűbben, ahogy tudtak. Csak a legszükségesebb valamikat szedték össze, s azt bekötötték egy nagy ágytakaróba, asztalterítőbe, gabonazsákba. Ez egy igen nagy batyú lett. El sem tudom képzelni, hogy ma valaki egy batyúval szálljon fel a vonatra. Pedig így történt. Bizony 46 tele, nagyon szomorú volt az itteniek számára. Pedig jól lehet, hogy éppen farsangot írtak. Ó, a farsang régen az év legvidámabb időszaka volt. Mindenki várta, főleg a fiatalok. A lányok új ruhát kaptak, azt viselték a bálban. Mindenki szép akart lenni, legszebb öltözéket vette fel. Farsang vasárnapján délután 3 órakor a fúvó zenekar a bálterem előtt 3 indulót játszott. Ezzel kezdődött a bál. De a vigasság nem csak a napon tartott, hanem hétfő délután a másodikkal, Susa György jókedden a 3. bállal folytatódott. De ez a 3. bál csak éjfélig tartott, mert éjfél után megkezdődött a nagy böjt a hamvazó szerdával. Akkor már tilos volt a zene, a tánc, a mulatság.
Húsvétig nem is volt zeneszó a faluban, bár, ahogy a nagymamám mesélte, 46 elén senkinek sem volt jó kedve, mindenki tele volt aggodalommal, szorongással, szomorúsággal. Félve olvasták a községházára kifüggesztett listát, hogy kinek kell mennie, és ki maradhat itthon. A falubeliek persze maradni akartak. Mindenki próbált mentességet szerezni. Igazolást gyűjtöttek, hogy nem voltak német katonák, nem léptek be a Volksbundba, s ha német anyanyelvűek is, mindig magyarok voltak, és magyarok kívánnak maradni. 2 órán belül össze kellett pakolni, és a házat is el kellett hagynunk. Bénultan ültünk, senki sem tudott világosan gondolkodni. Nem tudtuk, mit évők legyünk. Anyánk sírni és jaj veszékelni kezdett. Apánk volt az, aki először erőt vett magán, és megkérdezte, hol van az a hivatal, amely a kitelepítés felügyeli. Nem számítottunk arra, hogy minket is ki fognak telepíteni. Egyrészt, mert apám magyar katona volt, másrészt nem voltunk a listán. Sokan elrejtőztek, ezért kerültünk mi is sorra. Anyámat és engem kitelepítettek. Apám eközben hadifogolyként Szibériában volt. Hétfőn reggel, 5 órakor rendőrök kopogtak az ablakunkon. Azt mondták, csomagoljunk össze, mert ki leszünk telepítve. Németországban magyar cigányoknak neveztek bennünket. 13,5 éves voltam. Egy szombati nap volt, amikor jöttek értünk. Senki sem tudta, hogy kit és miért visznek. Apám nem volt volksbundista, a háborúban magyar katona volt, mégis rajta volt a listán. Talán azért, mert német anyanyelvűnek vallotta magát. Talán azért, mert az egyik legtetősebb ember volt a faluban. Apám, anyám, 10 éves öcsém is én ültünk fel a kocsira, és fogalmunk sem volt, hová visznek. Mit lehetett a batyuba pakolni? Mivel tél volt, s ráadásul rendkívül hideg. Fontos volt, hogy legyen meleg ruha. Az asszonyok akkor népviseletben jártak, téli kabátot nem viseltek, vastag, meleg kendő pótolta a kabátot. Meg tudom neked mutatni. Ez volt az. Berlinának nevezték. Szükség volt még ágyneműre, főzőedényekre, élelemre, hiszen 8-10 napon át tartott az út, bár ők akkor ezt még nem tudhatták. Az elüldözöttek 20 kg élelmet vihettek magukkal, mely a következőkből állt. 1 kg zsír, 2 kg hús, 7 kg liszt, kenyér vagy tészta, 2 kg borsó, 8 kg krumpli. A pályaudvaron mindezt megmérték, és akinek több volt a megengedettnél, attól elvették. Kíméletlenül elvették a babakocsikat, sőt, aki nem adta oda elég gyorsan, azt még meg is verték. 2 órát kaptunk, hogy összeszedjük a holminkat. 2 óra alatt csak a legszükségesebbet szedte össze anyám. Kenyeret, zsírt, egy kis húst, ágyneműt. Heten voltunk gyerekek. Minden bútorunk, emlékünk ott maradt. Anyám csak egy képet kapott még fel, ami rólunk gyerekekről. Az első áldozáskor készült. Nem volt írgalom. És mi ez a lánc itt? Ez nem nyaklánc, hanem rózsafüzér. Ez egy hosszú imádság tartozéka. Bizony, ha nem lett volna elég erős istenhitük, sokan beleroppantak volna a megpróbáltatásba.
ha csak egy batyinyi halmit vihettek magukkal. Mi lett a házzal? A bútorokkal. Azt mondtad, minden háznál sok állatot tartottak. Azokkal mi lett? Mindent itt kellett hagyni. Szüleim és nagyszüleim a biztonság kedvéért gondosan bezárták az ajtót. Nem tudhattuk, hát ha visszatérhetünk mégis. Amikor a kocsihoz értünk, megdöbbenve vettük észre, hogy néhány gyanús alak pajszerrel a kezében közelít a házunk felé. Gyakorlatkézzel felfeszítették a jól lezárt ajtót. Gúnyosan fintorgó arcukon láttuk a kapcsiságot, amint a család tulajdonára tették a kezüket. Szomorú szívvel és tehetetlenül végig kellett néznünk, amint visszaadott javainkat elviszik, állatainkat elvezetik. Gyerekszemmel akkor vált először nyilvánvalóvá ennek a brutális igazságtalanságnak kegyetlen valósága. Hogyan jutottak ki Németországba? Hát nem személyvonatokon, hanem arra vagonokba zsúfolták őket. Embertelen körülmények között utaztak. Innen az egykori Torbágyi vasútállomásról indultak a vonatok. A falu csendes volt. Nem lehetett hallani sem magyar, sem német szót. A községházától elindult a kocsisor. Nem volt nagy búcsúzkodás. Mindenkit az a remény táplált, hogy rövidesen visszatér. Torbágyon üres tehervonat várta a kitelepítendőket. Szülőket, gyermekeket és rokonokat egy vagonba tettek. Előzőleg azonban Torbágyon az indulás előtt két teljes napot állt a szerelvény. Ismeretlen egyének razziát tartottak. Mindenki a csomagjai féltette. A várakozás közben ismét felcsillant a remény, hogy hát ha mégsem kell innen elmenni, és mindenki visszatérhet otthonába. Nem így történt. A szerelvény elindult, hamarosan Bécsbe ért. Ott ismét két napot álltak, az állomáson kívüli nyílt pályán. Az út hosszú volt a német határig. A szomorúság, a félelem, de a méreg és a lelki megrázkódtatás ábódított bennünket. Kétségbe voltunk esve. A vasútállomáson áruszállító vagonokba raktak minket, melyekben kis kerekkályha állt. Farkasordító hideg volt. Személyszállító kocsi nem volt számunkra. A szállítás a marhavagonban, amelybe 30 szemét bezsúfoltak, embertelen volt. Gyerekek, felnőttek, idős és beteg emberek 8 napig utaztunk, amíg megérkeztünk Németországba. Németországban hova kerültek? Először gyűjtőtáborokba, baraképületekbe. Onnan osztották szét a különböző családokat, falvakba, településekbe. 8 nap marhavagonban eltöltött, kínokkal teli utazás után az új hazában voltunk. Nyomor, fájdalom, sírás töltötte meg a szívünket. Elvették a hazánkat, de még reméltük, hogy győzhet az igazság, és egy napon visszatérhetünk a régi hazánkba. Az új hazát csak nehezen, vonakodva szoktuk meg. Honvágy kínoszta az időseket, de minket fiatalokat is. Amikor átmentünk a városon, találkoztunk idősekkel. Ők csak a szeretett jó öreg hazáikról, Magyarországról tudtak beszélni. Mindig kérdés maradt, mikor térünk megint haza. A kínzó honvágyba nem sokára néhányan belehaltak. Hogyan? Thank you.
Az ártatlanul kitelepítettek vonata azután Stuttgartba érkezett. Ott azonban nem tudták fogadni őket, mivel már beteltek a barakkok. Végül olyan városba vitték őket, ahol volt még számukra kevés hely. Leírhatatlanul kicsi szállás jutott egy-egy családnak. Hogyan? Miből tudtak odakint megélni az emberek, hogyha semmiük sem maradt? Az első két év igen nehéz volt. Ez volt az átmeneti időszak, a helyezkedés, az új beszédhangok és kiejtés megtanulása, helyi szokások megismerése. El kellett felejteni a falusi életet és a városi modellbe beletanulni. Az itteni népviselet odakint szokatlan, más volt. Alkalmazkodni kellett az ottani öltözködéshez. Németországban akkor még jegyrendszer volt. Az mit jelent? Én csak az iskolai jegyeket ismerem, legfőképp az ötöst. Fél évkor is kitűnő voltam. Minden élelmiszert csak jegyre lehetett vásárolni. Meg volt határozva, hogy miből mennyit lehet venni. Húst még sokszor jegyesen lehetett kapni. A zsír is ritka vendég volt a háznál. Az asszonyok és a gyerekek kimentek az erdőbe magvakat gyűjteni, amiből aztán olajat sajtoltak. A férfiak a mindennapi munka után még megfogták az ásót vagy a kapát, és elmentek egy-egy német gazdához dolgozni, aki élelemmel fizetett a nehéz munkáért. Az iparosokat nagyon keresték odakint, kellett a magyar munkaerő a háborús romeltakarításhoz, építkezésekhez. Sokan szakma nélkül is úgy dolgoztak, mint egy szakmunkás. Szorgalmuknak, kitartásuknak hála 8-10 éven belül már saját új házukban akadtak. Évtizedekig álmodtam arról, hogy majd viszont látom a hazámat. Egy este a padon üldögélek, csak a harangszót akartam hallani, csak a szeretetet akartam érezni, mint amilyen a miánk volt régen. A frissen sült kenyér illatát kerestem a máló falu kemencében, sehol sem találtam a régi bölcsőt, majd minden ajtó zárva volt. Egyedül mentem ki a temetőbe, hogy hátra találok ott valakit, aki anyanyelvemen köszön, aki átkarol és a sírhoz vezet, ahol eldölve fekszik a régi sírkő, melyen a kopott gótbetűk hirdetik. Itt nyugszik a nagyapám. Thank you.
Elkérem Nánási Kézdi Tamás urat, Biatorbágyváros képviselőtestületének tagját, hogy oszta meg velünk gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megemlékezők! Mit einem Bündel, egy batyúval. Kitelepítési emlékművünkön ez a felirat szerepel. Ugyanez a mondat 1945. április 22-én a Szabad Szó aznapi számának címlapján díszelgett, kiemelt vezető címként közvetlenül a lap fejléce alatt. A Nemzeti Parasztpárt napilapjában az aznapi vezércikket Kovács Imre jegyezte. A más területeken, például az ormánsági egykézés feltárásában maradandót alkotó népi író, világháborús uszító gyűlöletben fogant szavai, amelyek a magyarországi németajkú polgárok kitelepítéséhez vezető folyamat fő nyitányának számítottak, nos e szavak termékeny talajra hullottak. A mindenkori magyar állam a 40-es években ugyan idegen hatalmak nyomására, de saját szorgalomból is jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy saját állampolgárainak jogfosztásában, családok életek elvesztésében segítkezzen. Még be se fejeződtek hazánk területén a harcok, már felsejlett, hogy a koncentrációs táborokba és a gulágokba hurcoltak után a magyarországi németek következnek. Dánoki Miklós Béla, közvetlenül miniszterelnöki kinevezése előtt, 1944. december 21-én az ideiglenes nemzetgyűlés első tanácskozásán már szintén az egybatyúval és vándorbottal érkezők árulásáról beszélt, megbélyegezve válogatás nélkül mindenkit, akinek az volt a bűne, hogy ősei itt telepedtek le, és Magyarországon, de német ajkú családba született. Mint ahogyan ismert, a fenyegetés hamarosan valóra is vált. Az első tehervonat már 1946. január 19-én elindult, a budaörsi svábokat és batyúikat szállítva nyugat felé. Február 25-én és 27-én pedig mi következtünk. A torbágyi németek 70-75%-át érintette a kényszerű kitelepítés. A szép és rendezett falu, amit több mint 200 év alatt építettek újjá, és laktak be a szorgalmas sváb családok, olyan mély sebeket kapott, amelyek teljesen talán máig se gyógyultak be. Tisztelt megemlékezők! Azokban a szörnyű esztendőkben számtalan tragédiát hordozó tehervonat keresztezte egymást a Kárpát-medencében, amelyek máshová húzszolták, vagy egyenest a halálba vitték utasaikat. Kevesen voltak azok, akik valamilyen szempontból nem számítottak áldozatnak. A háború borzalma és erőszaka mégsem volt képes arra, hogy véglegesen szétszakítsa Torbágy, azaz Turvál összetartó társadalmát. Ma is erős alapokkal rendelkezik és fejlődik, civil szervezeteiben, intézményeiben egyaránt, a német nemzetiségi önkormányzás, kultúra és oktatás, valamint elevenen él a lelki kapcsolat a kitelepítettek és az itt maradottak leszármazottai között. De hogyan is lehetne megsemmisíteni egy olyan közösséget, amelytől a németség mellett a magyarság terén is valamit tanulnunk? Akiket kitelepítésre ítéltek az árulás hamis vádjával, nem csak Magyarország polgárai, hanem a szó legszebb értelmében hazánk fiai is voltak. Franz Buchner, azaz Buchner Ferenc városunk díszpolgára, akinek a nevét remélem hamarosan utca viseli, tehát az ő szavait idézném ide, aki a torbágyiakat szállító vonat indulására emlékezett. Eszerint, amikor a szerelvére rácsatolták a mozdonyt, Oszfolk József azon hirtelenjében összehívta a zenészeit, és egy utolsó szívszaggató üzenetet játszottak immár elvesztett hazájuknak, a magyar himnuszt. Zúgott az Isten áld meg a magyart, mert ma sem feledhetjük, akiket előbb megbélyegeztek, majd erőszakkal megfosztottak otthonuktól, vagyonuktól. Azután akaratuk ellenére elvitték innen őket. Mondhatnak rájuk bármit. Magyarok és honfitársaink voltak. Tragédiájuk mellett helytállásukra is emlékezünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Megemlékezésünk zárásaként helyezzük el a koszorúkat és a virágokat az emléktáblánál. A koszorúzást követően, mint Einem Bündel című kiállítás megnyitójára kerül sor a kiállítóteremben, majd kötetlen beszélgetésre várjuk vissza Önöket ide a színházterembe. Koszorút helyez el Biatorbágy város német nemzetiségi önkormányzata, Biatorbágyváros önkormányzata nevében Tarján István polgármester úr és Tálas Tamási Rihárd alpolgármester úr, a Turbálás Támtis Egyesület és a Tiefenwurzeln Alapítvány, az Egyek Nagy Község önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében Fehér Margit és Zólyomi Tamás polgármester úr, a Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület, a Szövetség Biatorbágyért Egyesület, a Fidelitas Biatorbágyi Szervezete, Egyeki Németek Egyesülete nevében Parta Ferencné és Roth Antal, a KDNP Biatorbágyi Egyesülete és a Fidesz Biatorbágyi Szervezete.